Akkor folytatnánk tovább a bizottsági ülésünket. Szeretettel köszöntöm jegyzőasszonyunkat, aki időközben megérkezett, és nem utolsó sorban az Alapvető Művészeti Iskola igazgató Művészeti Iskola. Második napi rendi pontunk a Szivárvány Napközépfonos Ovoda SMS-ének a módosítása. Itt felkérem Szabó Évát, hogy tájékoztasson ezzel kapcsolatosan bennünket. A jogszabályi változások miatt volt szükség arra, hogy módosítsuk az SMS-t. Igazából a jogszabályi változás 2012, még inkább 2013-ban fogadta tulajdonképpen a nevelőtestület, és utána pedig a képviselőtestület a szervezet és működési szabályzatunkat. De mivel ugye 2013-ban még ugye nem terhelhető lett tenni, mert utána jött ki a 326-ben 2013-as és a 8. 30-án ez a kormányi rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről nagyon sok mindenben ugye változást jelentett, ami ugye fokozatos bevezetéssel volt, és most ugye az idén az óráknak, iskoláknak is, hát minden pedagógiai intézménynek meg kellett írni az intézményi mértékelési programját. Ez ugye nálunk is elkészült, nevelőtestület elfogadta. Most ez okozott némi módosításokat. Én igyekeztem csak is a módosításokat, és megjelöltem, hogy hanyadik oldalt érinti a változás, hogy ne teljes egységes szerkezetbe hozzam a testületét, hiszen itt sokkal átláthatóbb a módosítás. A tevékenység körnek a szakfeladat számítanak, tehát a országoknak a megváltozása okozta. Ami fontos volt, ugye szintén a pedagógus előmeneteli rendszer kapcsán a pedagógiai munka belső ellenőrzésének a rendje, ez is ugye változás jelent meg ebben, ezt próbáltam meg végigvezetni. És a belső kapcsolattartás rendjében ugye maga le vannak szabályozva az óvodavezető, illetve a szakmai munkaközösségvezető és az intézményben működő csoportoknak a tulajdonképpen a feladatai. És a minőségirányítási csoport volt csak eddig, és most emellé belépett a belső értékelési csoport is, a BECS. Így a minőségirányítási csoportnak a munkájában is kellett változást eszközölni, tehát az is egy picit átfogalmazásra került. A belső értékelési csoportnak a munkáját pedig ki kellett dolgozni, akár a team kiválasztásának, akár a munkacsoport működtetésére és a feladatokra. Igazándiból ugye azért írtam az óvodapedagógus értékelésénél már, és javítva így, hogy nem két évente, mert ugye az intézményi értékelésben így van, de ugye közben változás történt, majd hallottam arról, és utána voltam egy továbbképzésen, hogy ez valóban meg fog valósulni, most meg nincsen rendeletben, de tudjuk, hogy 5 évente fog sor kerülni, ezért írtam bele azt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell az önértékelést elvégezni, a többi tulajdonképpen a törvényeknek megfelelően került bele. Az intézmény dokumentumai eddig is megvoltak, csak kibővült az intézmény önértékelési programmal. Itt tulajdonképpen az, hogy kiírja és kifogadja el, ki gyakorol vele egyetértési jogot. A mellékletek azok eddig nem szerepeltek a szervezeti működési szabályzatba, most feltüntettem. Itt tulajdonképpen ezek a szervezeti működési szabályzatnak a mellékletei és a záró rendelkezés pedig ugyanaz, csak a mostanira módosítva lehet átfogalmazásra. Hogyha esetleg van, akinek kérdése van, akkor szívesen. Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni, vagy kérdezni valamit az óvodavezető asszonytól. Nem tudom, hogy ez azt, hogy ki akarod elkészíteni, nem? Akkor úgy veszem észre, hogy nincs hozzászólás. Szeretném megkérdezni, ki az, aki elfogadja és javasolja a képviselőtestület felé is elfogadásra az óvoda SMS-ét. Köszönöm, megállapítom, hogy 5-en. Ki az, aki nem? Egy tartózkodás. Beszavazottam. Biztos sokat dolgoztál vele. Hát az intézmény a nyertékelési program volt. Lehet, hogy igen? Lehet. Lehet, addig. Köszönöm szépen, akkor áttérnénk a második napi rendi pontunkra, ahol még egyszer köszöntöm Gáros Júliát, az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóasszonyát, aki a 2015-16-os tanév első fél évéről küldte el számunkra a beszámolót, amit én nagyon szeretnék megköszönni. Igazán részletes beszámolót küldött nekünk, és azt nagyon szépen köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy valakinek az igazgatóasszonyhoz van-e esetleg kérdése, vagy szeretne valamit mondani, akár a beszámolóval kapcsolatosan.
Én csak annyit szeretnék elmondani, amíg gondolkodtok, hogy a gálára nem tudtam elmenni, mert alsó remediekkel mentem kétnapos kirándulásra Máriacellre, de viszont a múlt héten megrendezett zongora tanszaknak az előadására elmentem. Hát fantasztikus élményben volt részem, azok a falat kis gyerekek úgy ülnek a zongoránál, és úgy tartják a kezüket, ahogy ezt a tanárnéni kéri és mondja, úgyhogy lehet, hogy itt Alsó-Némedén még lesz híres zongora művész is, ha becsületesen járnak ezekre az órákra a gyerekek, és azt látom, hogy örömmel mennek, és nagyon szívesen csinálják, és lelkesek. Igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat, és én is köszönöm, hogy szinte minden rendezvényünkön ott voltál, és abban is segítettél, hogy a táncsoportok, ahogyan látják, igaz, hogy több összetevő, mármint a gyerek összetevőből, korosztályból tevődik össze, 20 főnél tartunk. Ez úgy alakult, hogy tavaly volt 67 gyerek, és ehhez jött még most egy pár népi táncos gyerek. Hát remélem, hogy megismered, illetve jövőre még több lesz, és ez külön köszönet neked is, hogy segítettél, és nagyon-nagyon sokat tettél annak érdekében, hogy tényleg induljon már be Alsó-Némedén a táncsoport. Én változatlanul arra kérlek benneteket, és arra kérem a képviselőtestületet és a képviselőtestületnek azt a tagját is, aki esetleg a felnőtt táncsoportban részt vesz, hogy segítsen nekünk, segítsenek bennünket azzal, hogy a gyerekeket egy kicsit motiválni, már mint a saját gyerekeiket, a szomszédok gyerekeit, tehát hogy egy picit többen legyünk, illetve most a citerával vagyunk egy picit bajba. Egyrészt azért is már kevesen lettünk, másrészt pedig a tanár úr beteg. Én nagyon remélem, hogy kigógyult, és azt a citera újra többen fognak, mert most tényleg nagyon kevés, a tavasiakkal pótoltuk most is. Egyébként mindig nagy sikerük van a citerásoknak. Még egyszer köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elfogadták azt a kérdésemet, hogy fél évkor is hadd számoljak be, illetve hadd adjak egy tájékoztatót, hogy vagyunk, dolgozunk. Igaz, hogy most nem volt annyi felépésünk, de készültünk erre a 10 éves vállára. És tényleg tehát annyira nagyszerű volt, és képzeljék el, hogy két szülő eléggé nagy hozzájárulást is tett az iskolának, úgyhogy elég szépen van most tartalék pénzünk. Hát lehet, hogy pici gitárokat fogunk venni, mert az kevés van, vagy pedig táncruhára fogjuk költeni, tehát a néptánc csoportnak. De ez csak akkor, hogyha stabil csoportunk lesz. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen a kiegészítést, van esetleg valakinek ez köszönöm a megszólítást. Én azt szeretném javasolni, hogy kérni. Igen, nem szólíthatok. Nem, és én már akkor magamra vettem is ezt. És nagyon szívesen, hogy rövid és újra fognak kezdődni a felnőtt néptáncsoportnak a próbája március 4-i alkalomra. Azt kérem javasolnám, érdemes lenne egyik alkalomra, akár önnek, akár a néptáncsoport tanítójának eljönni, mert nagyon szívesen tolmásom, bár én most ezeket a próbákat ki fogom hagyni, de ettől függetlenül szívesen tolmásolom a javaslatot, kérést, de valójában nagy számban vannak jelen jó részt szülők, akár potenciális szülők is, akik hogy közvetlenül nekik elmondani ezt a lehetőséget, hogy a gyerekeikre, hogy legyen utánpótlás. Akkor az elérhetőség megvan. Nagyon szívesen elmegyünk akár mind a ketten is, meg akár én. De tényleg nagyon örülnék, hogyha szorosabbra tudnánk fűzni a kapcsolatot. Annyira örültünk ennek a 20 főnek, hogy nagyon. Ez nem tudom, remélem. Hát most már szeptember óta működik. Azért mondom, hogy két korosztálynak van egy olyan csoport, amelyik már haladóbb, de nem mertünk külön csoportot indítani, hanem megosztódik. Tehát megosztódik. De nagyon aranyosak egyébként. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen a tájékoztatást, hogy egyszer már a végzőre. Géza, jelentkezel, vagy csak? Akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki elfogadja a művészeti iskola igazgatójának a beszámolóját. Köszönöm szépen, megállapítom egyhangulag. További jó edzéseket kívánok, Júlia, és természetesen működjön ez az iskola szép számmal, és igen eredményesen. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Szervusztok, köszönöm. És akkor átérnénk a negyedik napi rendi programra. Én intézményvezető azt jelezte, hogy később fog ideérni. Mindenki lenne mondandója. Én engedjétek meg, hogy a Magyar Kultúra napjáról szólja, ami szombaton volt. Hát megmondom őszintén, hogy számomra fantasztikus élmény volt. Én nem vagyok az a típus, aki azt szoktam mondani, hogy ezek után én nem tudok megszólalni, de ez egy olyan műsor összeállítás volt, hogy valóban, amikor ott kiálltam az emberek elé, azt mondtam, hogy ilyen műsor után nehéz megszólalni. Az operától kezdve a versig, a népdalig, az operettig, minden volt, ami a kultúráról szól, és én azt látom, hogy ez a közönség, aki ott volt, ez végig élvezte. De ami számomra még nagyon csodálatos volt, hogy a művészek is élvezték, tehát azok mindig mosolyogtak, mindig úgy szóltak a közönséghez, hogy érthetően, tehát az emberekhez szóltak minden pillantásukkal és természetesen minden szavukkal. Egy ilyen 45-50 perces volt a műsor, ami szerintem éppen elég hosszú volt, nagyon látványos volt a művész, az énekesnő mindig más ruhába öltözött, hát mi kell nekünk, ugye, amikor egy kalocsai ruhába kijön egy énekesnő, hát már tapsolt a közönség, és még mellé szépen énekelte, hogy nem is tudom, mi is volt az a népdal, amit ének, az ott már a Csitári hegyek alatt, igen. Tehát olyan nagyon-nagyon megható és nagyon jó műsor volt, úgyhogy én az intézményvezető asszonynak itt szerettem volna megköszönni és elmondani, hogy nagyon jó választás volt ezeket a művészeket ide kihívni. És hál' Istennek megtelt a terem is. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan ezt én el tudtam mondani, nem tudom, ki akarod egészíteni, mert te is ott voltál. És találhatja, aki nem jött el. Igen, igen. Bármilyen elfogadtság miatt, mert én nagyon tartalmas volt. A kultúra minden területét szinte átfogta, a irodalom, a zene. Igen. Nagyon jó volt a moderátor, és aki az összekötő szöveget mondta. Képzett művészek voltak, tehát lehetett az énekesek hangján is hallani, hogy ők tényleg nagyon esztétikus megjelenéssel. És a zene az ugye tévek volt, de az ének az teljesen eredeti. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony, mit javasolsz? Megvárjuk a intézményvezetőasszonyt, vagy a következő bizottsági ülésen elmondja a 2016-os évek kulturális programjáról és a falunádi estékről szólna. Hát szerintem akár a testületi ülésre is eljött az inci, és valami olyan jellegű tájékoztatót szeretném, hogy nem várhat a február végére. Jó. Most ezért szerintem nem jön az egész bizottság, vagy Géza, tudod esetleg, hogy... Most mentem ki telefonálni, még nem akkor csak nyilván, hogyha nem hivatalosan, csak úgy üzennék, hogy a 15. életre gondolom készülünk, tehát még ha csináljuk, már beszéltem a Balszegélkének ez, hogy a közöknek a lefoglalását, tehát azt intézni. De gondolom, mert ezt elkezdem, mert ez elég hosszadalmas, egyre bonyolultabb és hosszadalmas ennek az intézésen. Épp ahogy az egyik mondom, hogy Szafiakkal beszéltem erről, és őt kérték, hogy ebből legyen valamilyen tendenciát, én szinte biztos vagyok benne, hogy a 15. epizód a szokásoknak fog felelőtt tartani. Igen. Mindenki készül rá. Most ez a kérdés, hogy egy ilyen feladat lesz-e, úgy igen. Én vezetnétek úgy, hogy nem azon a helyszínen. Ma beszéltem az igazgatóasszonynal, és ő mondta, hogy az intézményvezetőasszonynál véleményt beszélt, ahol áttárgyalták a március 15-i ünnepséget, és abban maradtak, hogy ötödikesekkel, nagylányokkal, a felnőtt néptáncsoporttal karöltve terhelik a műsort, és hogy az intézményeket meg is jött, aki ezt az egészet.
hétvégén együtt. Nyugodtan, ne lihegy, nyugodtan pihent. Amelyet a Júliát, majdnem. Pihent ki magad. Semmi baj. Én éppen most köszöntem meg, hogy megszervezted a Magyar Kultúra Napjára azt a művészeket, és elmondtuk a Magdival, hogy mennyire fantasztikusan jó volt. Úgyhogy nyugodtan fújj ki magad. Eddig Géza küldött a dicséretben. Géza. Jó, akkor szeretettel köszöntöm a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető asszonyát, és akkor a kifújtad magad, át is adom a szót neked. Köszönöm szépen, hogyha az évelei programokról beszélünk, akkor már is vehetünk egy pillantást a 2016. évi kultúrás programtervre, már egy megvalósuló programra, hiszen azt már tavaly a testülettel az első egy-két hónap programjait elfogadtuk, hogy tudjunk rá pénzt a költségvetés elkészülte előtt is mozgósítani. A többi program az pedig még a ti jóváhagyásatokra és tetszésekettől függ. Mielőtt belefognék, a Balázsra szeretném megkérdezni, hogy ugye Balázs, 2017-ben lesz nekünk a községi ünnepségünk, mert 1067 az oklevő. Igen. Hát igen, akkor viszont ezt én most fölírom nagyon-nagyon nagy piros betűkkel, és azért úgy kell készülnünk, hogy jövőre kiemelt ünnepségsorozatot kell tartsunk, mert jubilál, vagy nem tudom mit csinál már, hanyadik lesz ez nekünk Balázs. 95. Ez igen, szóval egy nagy, én tudtam, hogy... Ilyet is csak olyan aranyosan mondtak, hogy azon mosolygunk. Mert a jubileum az nem biztos, hogy erre is vonatkozik, mert itt már túléptünk az ilyen jubileumi kategóriákon, már itt ezredekre beszélünk. Ez is biztos, hogy megérjük. Ezer évekre beszélünk. Az ezred felett. Hát, jó nézünk majd ki. Arra jól készüljön, amikor már 50 év múlva már itt a tolókocsiba az öreg csitulákon összetologatnak minket. Azért a elkonás begyújtott akkor. Minden esetben fogunk már nem lesz, de Pestbüt inni még tudunk, reméljük, ha még nem vagy a torkunk még, amíg a nyelés megy. De lényeg az, hogy akkor jövőre 950 éves évfordulót ülünk, és arra nagyon kiemelten kell készüljünk, és arra már most már kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok már most, és gyűjtsük az elképzeléseket és ötleteket, hogy a 950-es évfordulónkat méltóképpen és megfelelő minőségben tudjuk ünnepelni. Reméljük, hogy addigára például elkészül az új művelődési ház, és annak az átadó ünnepsége az már lehet egy esemény, és hát még hasonló ilyen kaliberű dolgokat próbálunk majd tervezni, de most még egyelőre 2016, túl vagyunk a Magyar Kultúra napján, amit Erzsike Magdika elmondtak, tényleg nagyon szép volt, és fértünk volna még, de azért nem kellett szégyenkeznünk, ezt tudjuk róla így elmondani. Most szombaton elkezdődik egy négy alkalmas sorozatunk, aminek az a megnevezése, hogy értékőrző. Ezek a foglalkozások kimondottan a népművészet köré szerveződnek. Az első, ami most szombaton lesz, egy kézműves foglalkozással kezdődik, azt követi apró táncháza, és aztán felnőtt táncház. Erre már nagyon nagy igény volt, és végeztünk egy kis közvélemény kutatást, és nagyon sokan hiányolták, hogy miért nincs ilyen táncház jellegű összejövetel, hát most lesz az első. Aztán két hét múlva szombaton megtartjuk ismét másodszorra már a községi disznóvágást. Oda plusz szereplőket nem hívtunk, mert az úgy egymagában is egy nagy szabású esemény, így van, és hát lesz mulatozás művészek nélkül is. Reméljük, hogy megint olyan jól fog sikerülni, mint tavaly. Igazán azt lehet elmondani, hogy példás volt az összefogás. Körülbelül 100 ember dolgozott reggeltől estig, és a vendégek is megtiszteltek minket, amit elkészítettünk, jó ízűen elfogyasztották, és tényleg mindenki nagyon jó hangulatban töltötte el azt a napot. Reméljük, majd az időjárás is kedvezni fog. Én így beírogattam azokat a községi, meg egyáltalán olyan eseményeket, amik mindannyiunkat érintenek, egyházi ünnepeket, nemzeti ünnepeket.
és azokat az időszakokat, amelyekre különösen oda kell figyelni, hogy ahhoz szervezzük az ünnepeinket. Most nem tudom, hogy mit kívánnátok, hogy én egyenként mondjam el, vagy elmondjátok, és akkor amelyikkel kapcsolatban esetleg kérdés van, vagy amit hiányoltok belőle, ha lennétek szívesek jelezni, akkor ezt megköszönöm. Én csak azt szeretném neked mondani, hogy ugye jól mondta nekem az intézményvezető azt, hogy a március 15-i műsor te fogod össze, és akkor 5-esek is lesz. Azt mondani. Na ezt, mert én elmondtam, de jobb, ha te jó, mondom. A március 15-i műsor az az eddigi szokásainknak megfelelően fog a Szabadságtéren, illetve megelőzően a két templomban zajlani, és az iskolatáblánál, igen. A 5. osztályosok adják a műsort, és úgy fogjuk megoldani, hogy a néptánccsoport és az 5-esek műsora külön blokkban lesz, tehát nem egy műsorban lesz összeillesztve, hanem lesz először a gyermekek műsora. Felkértem Józan Leventét, 8. osztályos tanulót, nagyon jó kiállású, szépen szavaló fiú, ő fogja elmondani a külön blokkban a talpra magyar, és a polgármester úr beszéde után a néptánccsoportnak lesz egy tömbje, egy 20 perces tömbje, ahol ők táncolni fognak. Így fogjuk a műsort. Vagy 15, hát nem tudom, hogy az Ági azt mondta, 3 szám. Én megkérdezhetem, hogy mi indokolja ezt, hogy így külön kell választani? Az indokolja, hogy az 5-esek aránylag fiatalok, a fiatalok. A néptánc csoport az egy erős, dinamikus, felnőtt csoport, és őket összemosni a kicsi 5-esekkel nagyon nehéz. Értem. És nem annyira egységes hangulatú. Akkor már jobb, hogyha külön próba vannak, azon kívül pedig a próbaidőszak is sokkal könnyebb. Csak én a felnőtt néptáncra gondoltam éppen amiatt, hogy szegények negyed órán vagy 20 percen keresztül egyfolytában rokni azért. Hát még az lehet, hogy megbeszélem az Ágival, és akkor elmondjuk még úgy, hogy mondjuk az elején ezt majd így elrendezzük, csak most a kisgyerekek műsorában nem szeretnénk így összefésülni. Jó, köszönöm, Miki. A faluházi esti pántra kronológiába megvan már az előadó, hogy hát most az még nincs. Vagy még folyamatosan. Igen, tehát az ott most az egy kicsit csúszásban vagyunk, mert még azokat, akiket... A tavalyi a szentációs volt. Igen, de ő már 2 évig volt, és most nem, nagyon, nagyon tiszteljük és becsüljük a történész urat, de most akkor úgy gondoltuk, hogy egy kicsit bácsunk. Csak kérdés volt. Igen, igen. Valós? Köszönöm, hogy és akkor a műszakokhoz elviszheti az útnak a az útlezárást meg. Illetve a 200.000 forintos költségvetés, ebben nincs benne az út. Az nincs benne az út. 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 Az már háromszor annyi már csak maga. De az én nem tudom. Az 500.000 forintos. Azt az önkormányzat intézi, ez pedig a költségek kétfelé tevődnek, az önkormányzat biztosítja magát a helyszínt, és magának a műsornak a költségei ezek. Hát az nagyon sokba kerül, hát jobb lehet találnunk valami, de nem tudom, hogy hol tudnánk találni más helyszínt. Ez már egy annyira megszokott, hogy már nem kell csinálni. Akkor egy 500 kocsanást kell csinálni, és mivel helyszínen igazig a megyedősor. Hát igen, ez is egy megoldás, igen. Én kicsit szállom, hogy az életében. Én addig, amíg nem tudom, szóval nagyon rugalmas vagyok is. Balázs? Hát én is a 15-éhez, hogy hallom, hogy 5-esek, megmondom őszintén, hogy még korábban ez hogy mondjam, túl fiatalnak tartottuk ezt a korosztályt arra, hogy ezt a március 15-ét játsszák. Én emlékszem, hogy voltak olyan évek, amikor ebből voltak hát beszélgetések, viták, hogy inkább a fősőbb gyermekek szájába való, mondom én, vagy mondták akkor, akik ebben részt vettek, a március 15-i ünnepség, hát, mint hogy az 5-esek. Az az igazság, hogy... Előadásával. Igen. De a éve... Sőt, volt is egyszer, bocsáss meg, egy ilyen vezér kimondás, hogy mondjam, hogy... Nem. A 8-osok, ha 7-esek. Igen, nem könnyű dolog ez. Azért is vettük külön, mert például tavaly nagyon szép és tisztességesen fölkészült az 5. osztály, de a kis 5-esek, amellett a dinamikus,
fergeteges néptánc mellett kicsit úgy hátulra szorultak. Az marad meg. És ez rosszul esett azoknak, akik velük pedig nagyon foglalkoznak. Ezért próbáltuk most azt, hogy ha egy blokkban vannak, akkor jobban külön lehet választani a kettőt. És hát az iskola pedig nagyon, nagyon szép az iskola részéről az, hogy ők részt kívánnak venni a községi ünnepségek lebonyolításába, és hát ez így helyes. Csak az ötödikesek kicsik. Igen, tehát ők lettek kijelölve. Hogy ezt meg lehetne beszélni szerintem, hogy... Mennyire vannak előre? Hát egyáltalán nincsen. De megfogalmazhat, hogy kér, hát persze. Én ötödik. 8. is egy nehéz téma már, hiszen igen, a pályaválasztás mennek a viszkára. A 8-osok adták október 23-át, és mindig ők szokták adni, de most az ugyanaz a téma, ami végképp nem lehet más. Most viszont a 8-osok rendkívül leterheltek, mert most mennek az irányban is szokni. De a 7-esek is jók. A 7-esek is jók lennének, hát én nem tudom, hogy most miért az 5-esekre javasoljuk. Hát lehetőség szerint. Hogy mégis inkább a 7-esek vállalják. Mondhatjuk, de kérést azt meg kérjük. Egymagulat kérjük az iskola vezetést, hogy 7-eseket jelöljenek ki. Ki az, aki ezzel egyetért? Kettő nagy létszám. Ki az, aki ezzel egyetért? Köszönöm szépen. És most vajon kivel egy kivételében? Bernó Péter és a Ciro Csillagy. Igen. Hát ezt nem tudom, de teljesen igaza van a Balázsnak. Én is egyetértek vele. A foglalkozásték, hát ugye nem tér vissza valószínű kumikus. Hát most ezt várom, mert nem válaszoltam, hogy nem. Mert ugye a felesége nem most halt meg, de nem is olyan régen, és hát hiába nem. De már látni a tévében, és ugyanolyan elánnal, egyenesben, szóval... Igen, én most erre várok. Jó. Azért nem is akartam senkit, inkább kicsit később. Úgyis 4 van egy évben, ha most nem pont most kezdjük, hanem... Hogy ezt a Nógrádit is meg lehet szólítani. Igen. Na például eltő meg a második, mert ő meg aztán igazán most... Aktuális. Igen. Nagyon aktuális, hogy meg lehet, hogy nehéz. De hát csak találunk egy időpont. Mi végülis mobilak vagyunk, mert nem olyan. Úgyhogy én igen, én pont ebbe gondolkodom, Balázs, hogy azért vagyunk még egy kicsit csúszásban. Van-e még az Inzihez valakinek kérdése? Igen? Nekem pár javaslatom lenne, hogy felvezetésem, aztán meg a tűzcsöldetben. Van, amelyik kimondottan a programtervhez, van, amelyik a feltételesen megyek sorba, ahol fölírtam. Ez testületi döntés lesz, de itt te is említetted az opálházat. Én szeretném majd a testületet kiterjeszteni a házasságkötésekről szóló rendeletnek az olyan értelmű módosítását, hogy eddig a betyár nem volt kijelölve helyszínként az esküvőkre. És én úgy gondolom, hogy miután most az opálba megújítás lesz, illetőleg ugye tudjuk, hogy egyéb korlátozások is voltak a betyárba, azt még mindenki tudja, hogy ebbe a terembe hányan férnek be. Lehet, hogy pár esküvő kapcsán könnyebbséget jelentene a megszervezéshez, hogyha helyszínként, kihelyezett helyszínként ugye megjelölnénk a betyárítelmet is. Egyébként nem is köteles az önkormányzat ugye megjelenni a helyszíneket, hiszen most a jogszabály már lehetőséget ad a külső helyszínre, tehát elméletileg a végedi kérelmekre is lehetne állást foglalni. Azért vetem föl, mert korábban itt az volt az elhet, hogy azért mégis határoljunk, hogy az opálházaknak az aula és a hivatal, de én most ebből az esetben mindenféleképpen kibővíteném a betyárral. Hogyha azon múlik, hogy így egyszerűbb alakodalom megszervezése, akkor az önkönyvvezető ott is megtarthassa. Ez az egyik. Lehet, hogy most én emlékszem rosszul, ha már így összeállt ez a program között, akkor mindenféleképpen szerencsés lenne mondjuk majd az egyik hírmondóval egy olyan kivehető középső lassza ezt a program közöttet összeszerkeszteni, akár a tavalyi programokból pár fotóval, mert tudom, hogy az újságban mindig megjelenik, de ugye az újságot ezt nem tudják kiragasztani, mint hogy sokszor az idősek ott a konyhaszekrény oldalára kiragasztja a naptár, tehát lehet, hogy egy ilyen
újság közepébe kivehető lapként, akkor azt kiveszi, és akkor kiveszi. Csinálj még 16-os naptárt így, ezt mondjad? Akár. És akkor közepén a naptár is körbesépen. Akkor azt kivehető neki az újság közepétől, és akár kéznél a konyhaszekrényre, vagy bármilyen. Ez még éppen beleférne az első számot holnap. Itt az alapítványnak az elmete, nem tudom mi kapcsán, már sem tudom melyik bizottsági ülésen, csak most itt a programok kapcsán jutott eszembe, és végül is a költségvetés minden egyes bizottság fogja tárgyalni. Én a magam részéről el tudnám képzelni, hogyha az alapító önkormányzat támogatná anyagilag is, életén keresztül ugye erre nem volt példa a közalapítvány, hiszen a közalapítványnak elég széles a alapító okiratba foglalt feladatai, és én azért úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok olyan szép programot, dolgot felkaroltak, ami színesítette még tovább a művelődési az, hogy az önkormányzat rendezvényeit. A másik két felvetésem az a idősebb korosztályhoz kötődik. Egyszer már beszéltünk róla azt a nézi veled is, hogy azt nem tudom, hogy milyen formában, de szerintem most a csomagosztás kapcsán többen megtapasztalhattátok, vagy érezhetétek, hogy azért az időseknek is mekkora igénye van arra, hogy ők is egy kicsit a falu közéletébe be legyenek vonva, és itt akár a 90 éves köszöntéskor találkoztam már én magam is olyan idős emberrel, aki életében olyan történelmi eseményeket élt meg, amit nem mindenki. És biztos, hogy lennének olyan idősek a településen, hogy akár ilyen faluházi esték beillesztve egy főalóadó mellett, vagy akár a hétvégeken egy rendszeres rendezvény keretében, hogy ekkor a településen biztos van pár olyan idős ember, akiket egy ilyen esti beszélgetés kapcsán meg lehetne hívni különböző témákból, hogy meséljék el azokat az élményeket, amit ők maguk megélték, és biztos, hogy ezzel is éreznék azt, hogy ők még ennek a településnek lehetnek a hasznos tagjai. És tulajdonképpen ugye évek óta megrendezzük az idősek napját, és én tényleg nagyon köszönöm az Incinek, mert én úgy gondolom, hogy aki oda eljött idős, az én mindig jól éreztem magát. De bennem a tavalyi megfogalmazódott az, hogy meg többen jelezték is, hogy olyan kevés helyre tudnak kimozdulni az idősek, és annyira nagy igény lenne arra, hogy egy kicsit beszélgetni. És ugye megnézik a szép műsort, és ott annak vége van, és mindenki elmegy haza. Hogy nem biztos, hogy külső előadó, tehát csak úgy gondolkodjunk rajta. Mert hogy a saját gyerekeinknek, unokáiknak ugyanúgy örülnének, akár a néptánc csoportnak is, mert a néptánc tetszik az öregeknek. És hogy esetleg egy rövidebb műsor, és nem tudom én milyen ellátásra gondoltam én, de egy kis pogácsa, egy kis ropogtatni való, egy kis üdítő, és esetleg úgy berendezni a termet, hogy ott a műsor után ott tudjanak egy kicsit beszélgetni, egy kicsit zenét csinálni nekik, akármi gépi zenét is, de hogy lehet, hogy jobban örülnének annak, ha egy olyan jellegű idősek napjára hívnánk őket meg, ahol nem csak ülnek és hallgatják a műsort, hanem lenne egy apropója annak, hogy olyan emberekkel, akikkel nem találkoztak fél éve, egy éve, szót lehessen váltani, és ebből az apropóban mondjuk lehet, hogy nem is tudom hánykor kezdtünk, hogy egy órában nem ártana előbb kezdeni, mert tudom, hogy októberben az rövidebbek a napok, meg elég hosszú is volt, tehát azért egy két és fél órás műsor után már hazafelé tartanak, de mondom, én el tudnám képzelni azt, hogy egy kicsit afelé menjünk, hogy módot adni arra, hogy ha már eljöttek erre a rendezvényre, akkor tudjanak egymással egy kicsit beszélgetni is. De volt, aki például miután nagyon jó kis zene volt az ünnepségen, azt is elmondta, hogy hát ha módot volna, akkor még lehet egy-kettőt fordult is volna. Semmi akadály elég. Szívesen táncolt is volna egyet, és azért az ünnepségre vajon, de őszintén azok az idősek jönnek el, akik még azért jó előbe vannak, még akár esetleg fordulnának is egymással ott egyet-kettőt. Csinálhatunk nekik egy ilyet? Jó, kipróbáljuk most ezt. Akkor berendezzük úgy a termet, mint hogyha tanszolnak. Egy hosszú asztalokat, székeket, körbe lehet ülni, a dobogon attól még lehet zene, lehet egy kis műsor, megoldjuk, és akkor utána ott lehet maradni táncolni, vagy beszélni. Nem kerül ez több pénzbe. Helyi fellépőkkel, és akkor egy kis dobogtatni való arra az asztalra, ennyi. Jó. És üdítő is.
akkor most megpróbáljuk ilyennek, hogyha a többiek is jónak látják. Igen. Szerintem nem december 4-én kezdődik az adventi időszak, hanem 27-én november. Ugyanis 25-e szom, 24-e szombat, 25-e karácsony első napja. Igen, a december 4 az már a második. Igen. Ehhez kapcsolódik azért, hát nem kritikám, inkább javaslatom, hogy én azt tapasztaltam máshol is járatomban, nem csak a településén, hogy a kertőgyújtás az mindig az első. Hát igen, csak akkor van a katolikus koncert. Mondom, és akarom én is, hogy az is már hagyomány. Valahogy azért össze kellene ezt a kettőt, mert a másodikon már csinálnak másodikat is, nagyvárosokban is, kisebb helyeken is, harmadikat is. Sok mindent csinálnak, de az első gyertyaújtás azért úgy igazán... Igen, csak ugye a katolikus hangverseny az előbb volt. Tehát lehet ezt megbeszélni a Péterrel, hogy cserélje meg? Hát már volt erre próbálkozás, de ők már így szeretnék. És ők voltak először, és akkor mi hozzájuk alkalmazunk. Főleg az utolsót, ha megnéztétek. Nem ugyanaz a közönség. De azért volt. De könnyen mondják azt, hogy bezzeg elmentem volna, de egy választanom kellett, és inkább oda mentem. Nem egyszer a kettőt nem szabad. Igen, én is azt mondom, hogy nem. Tehát magában elég ott kívülni azt az időszakot, pedig nagyon-nagyon színvonalas közbenyés, szerintem az nagyon lehorasz volt ez a dolgatik irányítani. Igen, a templomba meg előtte is sem van, utána pedig a koncert. Azért azt is, aki végig üli, meg még szeretne oda is elmenni, biztos, meg a, meg a koncert után vendéglátás van a Szent Imre teremben, tehát oda, és azt semmiképp, esetleg, nem tudom, szombaton megcsinálhatjuk, mit csak abban már, hogy az meg már nem vasárnap. Én mondom, hogy bennem ugyanez fölmerül. De akkor hogy oldjuk ezt meg? Megpróbáljuk velünk a Péterrel beszélni. Hát, ha hajlik-e. Ez nem a Péter nem múlik csak, hanem ez egy egyházi vagyomány. Most már elég végig, hogy Péter a legegyszerűbb. Tehát igen, tehát nem a Péter igen, dönti ezt így egymagába el, hanem már így van, mert szokta. De abban meg vagyunk szokta, hogy első napok, első vasárnapon kellene, hogy eljöjjön. Hát igen. Ezzel kapcsolatos egy picit a Betlehemnek a kérdés, erre beszéltünk tavaly is. Én azt javasolnám, hogy készítsünk egy olyan Betlehemet, ami itt maradt, tehát nem felöltöztetve azok a szép ruhákba, de kockáztassuk meg, hogy nem fogják ellopni, bocsánat, hogy így fogalmazok, de épp egy ismerőssel beszélt, és mondtam, azt mondta, hogy hát az ő falujukban vannak olyan emberek, akik jellemzőbb ez a tevékenység, de a Betlehem ez nem mennek hozzánk. De nem mernek hozzányúlni a Betlehemhez, és én azt mondom, hogy kockáztassuk meg azt, hogy ebben a várakozási időszakban legyen egy folyamatosan... Hát igen, csak hogy ebbe maximálisan egyetértek, csak hogy ugye miből legyen. Mert mi már gondolkodtunk ilyen egyszerű megoldáson, hogy zsákot megkötözni, megformázni, de az sem lenne jó, hogyha madárijesztőt csinálnánk a Betlehemből. Tehát itt akkor ezt gondoljuk át, és akkor teremtsünk rá egy kis pénzösszeget, és faragtassuk meg valakikkel, mondjuk fából, vagy találjunk ki valami olyan művészi, vagy színvonalas. Vagy akkor találjuk ki, hogy. Mert az se lenne szép, hogyha mondjuk, mert mi már terveztük, hogy ilyen rendes, ilyen kender zsákot megtöltünk. És de az alakok megformálását, mondjuk próbababákkal, ami teljesen élethű, és hogyha azon olyan öltözet... Hát igen, csak a mostani próbababák azok olyan dögösek, hogy az nem nagyon lehet oda tenni. És gipsből kellékből a borítában, vagy valami nem gipsből, most jön egy hóvihar, ami azért átfújja Betlehemen, és szétfolyik az egész. Tehát ugye ezt nagyon át kell gondolni, hogy igen, az nagyon jó volna, meg legyen, de akkor találjuk ki, hogy az egy méltó formázása legyen a Betlehemnek, ne valami oda csócsájuk. Lehet a szimbolikus is, tehát az egyszerű is tud. Tehát a zsár, tehát a... Természetesen. Itt mondjuk az arcokat... Nem kell annak kifesteni. Mert utána már az, hogy a szint, tehát az öltözet akár már
tehát az lehetne egy szimbolikus. Én meg inkább nekem az a, tehát ha én ránéznék, akkor biztos, hogy fontos. Én nem lehet beleszólni, mert nekem is nagyon szintézik, de én szeretném, ha gondolkodjuk rá, azért vannak már hála Józsefnek itt alsó, mint nagyon-nagyon sok tehetséges, fiatal, idős. Addig azért most van időnk, beszélünk. Próbáljunk meg. Vagy ötleteket szerezni a szívet. És mi van, hogyha tényleg erre mondjuk elindítanánk egy ilyen közvéleménykutatást, hogy kinek milyen ötlete van, van ideje. Lehet, hogy olyan ötlettel állna valaki elő, ami a bizottságon beszédese. Vagy akár lenne valaki vállalkozó is. Lehet, hogy találsz olyan... Mi lenne, ha Borikával beszélnénk, hogy nem oda esetleg valami... Hát egy ekkora terapozta alkalak. Mert az mondjuk gyönyörű szép lenne egy kiégetett terakottából. De hogy az mennyibe kerül? Hát igen, ezt kéne Borikával megbeszélni szerintem. Nem biztos, hogy Borikát ötletet van. Hát ötletet is. Megkérdez. Jó, megkérdez. Utána van még időnk végül is elvesz. Van időnk. Akár interneten is tudunk képekedni, hogy hol lesz adódottás, mert hiszem, de mindegy ilyen. Igen, mert vagy úgy szép, hogyha mondjuk nagyon jelképszerű, mondjuk kukoricacsokéból, vagy kukoricaszálból egy ilyen jelképszerű alapokat, vagy pedig ha kidolgozunk, akkor azt nagyon ki kell dolgozni. Hogy valóban ne ilyen. De abban meg a jelző az, hogy nem igazából én Ausztriában láttam ilyen Betlehemet, amikor ugye átbent időszakában kimegy, cseréből volt. Az igen. Tehát ott tényleg azok a finom arcok, és valóban ruha alatt nem tudtam, hogy mi van, de az a finom arc sugárzott a kis Dedről és a kis Jézusról is, Máriáról is. És csak feje volt? Nem, ruhája is volt, csak nem. De úgy értem, hogy a feje volt, nincs volt. Igen, de csak a feje volt. Igen, a fölöltözés. Így van, így van. Felöltözöl, úgy behúzod a szövetet rajta, tehát ott már millió együtt variáció. És az annyira szép pincé, hogy persze, aki képes vagy ott állni és csodálni. Igen, és most azért a karácsonyfánk is elfogadható. Most nagyon. Hát, akkor megkérdezzük aki ilyesmivel foglalkozik. Jó, hogy mi a véleményed? Ebben az esetben a borításnak de mint az állarc, tehát az a farsangi állarc, amit női férfi vagy gyerekfej, és ugyanúgy el lenne mondjuk egy szalmabát, amit ki lehet tölni, ezt a fejet látani, és utána az öltözékkel gyakorlatilag, amit így elkeves öltözék le lehetne tapadni. Igen. Jó. Nagyon sok minden szempontjából szerencsétlen az időpont, hiszen szegényeknek is pont a télvédák közepén kellett ott kint szenvedniük, meghalniuk. Igazából pont akkor azt értem neki a program készítési időpontja, amikor nem már össze. Az én nem rajtam múlik, nálunk ez a szokás, hogy a 10. évfordulón van nagy ünnepség. Tehát mindig a keret 10-es. De valami, de... tehát lehetne a 10. évfordulókra nagy ünnepség, de én azt hiszem, hogy annyira érintettek vagyunk, a Lassonyi medrén több érintettje, sokkal több érintettje van, mint akár egy október 23-ának a március 5 már egy picit messze van, az már történelmi tárgyak, még azért a második világháborúban harcolók, vagy elesettek, vagy megsérültek azért, annak, illetve annak a családjai még mindig nagyon-nagyon itt vannak közöttünk. Nem, én nem is gondolok majd Szabás úrra, talán egy vers, egy ének, egy mint ami volt a tavaly a Trianon, az a leegyszerűsített Trianon, tehát nem kell ebből nagyszabású megemlékezés, egy vers, egy ének, de emlékezés. Hogy legyen. Most az újságban lesz megemlékezés. De akkor jövőre, majd akkor jövőre, akkor kezdjük, és akkor mindenképpen. Hát akkor a Donkanyag is ugyanúgy bevesszük az ünnepséges sorozatát, mint amilyen. Nem kell annak nagy szabásomnak lenni, de lehet, hogy pont nagyon hideg lesz meg, tehát se hosszúnak nem kell lenni, és -15 volt, amikor ez a... Ekkora az volt.
ott volt a szalagon kiírva, hogy az elektroház meg mínusz 15, sosem nem lehet az, hogy nagyon sokan voltunk. Az egy olyan élmény volt, igen, amit a Balázs is elmögött, hogy az azért nagyobb szabású volt. Az volt az 50 éves, utána volt 60 éves, és aztán meg volt most a 70. Én hogy jelezem, hogy neked jeleztem már 23-ára az egyetlen élő, vagy hogy mondjam, tehát a Nemzeti Bizottság titkára, amikor elvittem neked Gyűrűt Székesfehérvárról, olyat mondott nekem, hogy szeretne ezen majd részt venni. Jövőre meghívjuk. Idén. Vagy idén. Igen. Ezt jó előre, hogy valami gyerek elhozza, vagy hogy lesz. Igen, igen. Majd időbe küldjük neki a meghívót. Igen. És ez a közszólalárom sort mondjon, ha még az egészség engedi, majd hát persze, hogy attól függ nyilván, nem fél a pszichiátra vagy bács. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg kérdése valamit? Mivel már nekem sincs, jó? Akkor intézményvezető azt, hogy szeretnél-e még valamit mondani? Köszönöm szépen. Akkor mi is köszönjük. Még megkérdezem, hogy nagy rendezvény, akkor az idén ez a bizonyos között fesztivál, mert árába tekintve. Igen, a nagy rendezvény úgy lesz, hogy hát tulajdonképpen szeptember 10-ére volt a Vásárhelyi Andrénak a koncertjével kezdtük volna, de mivel ott Lagzi van, ezért nem tudunk mit csinálni. Kinek? És akkor, mert ugye nekünk ugye mindenesetre erre majd hogy oda kéne figyeljünk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a szeptemberi hétvégék mindig a sűrűn vagyunk, mert búcsú is van, augusztus a legutolsó traktorfesztivál, tehát a szeptemberi hétvégéken ugye a falu napoknak az időszaka van, és most ugye hát természetes, hogy a Lagzit azt meg kell tartani, és ezért most beszorultunk, csak három hétvégénk van. Nem, kettő, mert az egyiken van a búcsú, és utána már csak két hétvége marad, ami az egyik a születi, a másik a Földrajz Fesztivál. Ezért most ezt a Vásárhelyi Andrét, ami egyébként egy rendkívül jó és rendkívül színvonalas és tényleg országos minőségű esemény, most ki kellett szedjük a programból, és átadtuk anyák napjára. Pedig úgy lett volna mondjuk szebb, hogyha úgy egybe lemegy ez az egész szokásos módon a szeptember. Úgyhogy marad a Pörkölt Fesztivál, de a Pörkölt Fesztiválra kultúrprogramként egy Nosztalgia Tántor Fesztivált hozunk, és azok is nagyon jó énekesek, és az nem üti egymást a Pörkölt Fesztivál ezzel, hanem sőt. És azt beszéltem velük, hogyha majd nektek is megfelel, hogy kettőre jönnének, és akkor 3-4-re már legkésőbb befejezik, és akkor az sincsen, hogy összetumulunk az ételosztással, ugye 4-nél előbb semmi esetes sincsen ott. És jönnek ők is elni. Ebédosztás, tehát akkor nincsen az, hogy a vége láthatatlan kultúrműsor már belenyúl az ebédbe, és egyszer csak azt veszük, hogy ez mindenki kiment enni. És a konferenciék küzd még ott a éppen egy a fogyó, vagy egy a növekvő széktömeggel. Tehát most igen, tehát hogy ezt megpróbáljuk így ezt kiküszöbölni ezzel. Én 3 értékelőzőt látok, melyik a negyedik? A negyedik az itt van, valahol, ide van felnyitva, az adventi időszakban valahol. Lehet, hogy itt van augusztus 26, és van a szeptember 23 a táncház az óvodában. Az lenne a negyedik, mert akkor oda bevisszük az egészet az óvodába, ahogy beszéltük az évvel. Mivel hogy adventban is eléggé sok a program, illetve november végül jön a Bihari, és a Bihari úgyis utána tart egy táncházaton. És ezt a negyedik értékőrzőt így aztán fogtam és átraktam ide az óvodába, mert ők erre kérték, mert itt náluk szület van ezen a héten. Technikai javaslata. Mondtad, említetted is, hogy a, és most már lassan vagyunk, mert az október utolsó szombatján a traktor fesztivál, hogyha... Augusztus írtam, hogy ha készülne egy ilyen kulturális naptár, akkor abba azt fel kellene tüntetni. A traktor fesztivál. Igen. Jó, majd fölhívom a Krisztián, megkérdezem, hogy... Véletlenül most már kezd kialakulni egy kis hagyomány, hogy a augusztus utolsó szombat hírés. Igen. Írtam, hogy itt azt mondom, hogy 26 péntek, akkor szerintem 27 lesz az valószínűleg. Igen. Igen, és akkor az, hogy a falunak igazából, akkor úgy lehetne ezt a rendezvénynaptárt megcsinálni, hogy
hogy ne csak a művelődési ház rendezvényei, hanem olyan dolgokkal kiegészíteni, aminek már hagyománya van, és tudjuk az időpontját, mert egyébként mindenkinek jó lenne, mert akkor azért sokszor van olyan, hogy ütköznek időpontot. Mert mondjuk neked így a traktor hát akkor az, a traktor fesztivál, akkor, hát akkor majd megkérdezzük a két egyházat, ott, így van, hogy mi, is és így van, és akkor az iskolát akkor áll, megkérdezzük az alapítványok, ki szokta a sportnapot, meg egyebet. Az benne van a sportnap, mert ő már jelezte. Igen. Igen. Nem tudom, hogy az megint csak melyik bizottsági most a programok kapcsán, hogy egyszer beszéltünk arról, hogy a helyi kitüntetéseknek az ideje az augusztus 20 legyenek, fölvetődött ez valami. Hogy mégis más időpont legyen? Hát a március 15-e talán pont a gyöngyalás részéről vett. Hát én azt mondtam, hogy itt az igazgyalal kitüntetünk ki. Igen. Én nem mondtam fix időpont. Most még, tehát ha mondjuk esetleg az a döntés, hogy március 15, akkor most még itt bármilyen. Hát, az már jó volt. Jó, tehát bizottságülésen vetődött föl, mert ha most nem változtatunk rajta, akkor biztos, hogy ebből az évben is marad az augusztus. Igen. Tehát, hogy idén akkor a falunapok így néznek ki, hogy a szeptember 24-i szombat, és aztán az utána való szombat, az a két szombat. De most, ha azt megnézitek, hogy itt mind a két szombat igazából szórakoztató rendezvény. És én akkor most még én nem tartanám kizártnak, hogy mondjuk előtte pénteken, a Pörkölt Fesztivál előtti napon valami olyan rendezvényel még ezt föl túlsítani, ami egy kicsit intellektuálisabb rendezvény lenne, mondjuk egy előadást még ide betenni, vagy mert mindig szokott a falunapoknak lenni egy ilyen kulturális oldala is. Ugye volt úgy, hogy előadót hívtuk a faluházba, akkor az iskolában rendeztünk valami fajta kulturális eseményt. Hogyha ti jónak látjátok, például ilyesmiben még gondolkodhatunk, hogy akkor az nem csak a szombati Pörkölt Fesztivál, hanem a pénteket is belevonjuk, és az pedig egy kimondottan valamilyen kulturális eseménnyel nyitnám, hogy ne csak a szórakozásból álljon a falunapok, hanem valami fajta művelődésből is. És akkor addig majd kitalálni, hogy ez mi legyen. És akkor így péntek, szombat, és utána meg szombat. És utána ugye már így is van, szombat, vasárnap, mert ugye szombat a születi, vasárnap az idősek napja. Az egy ilyen addig, amíg össze nem rogyunk címmel szokott menni. Van még valakinek hozzászólása? Akkor kérem, hogy beszéljél a Péterrel, a Benko volt a gyerekjutás ügyében. Kényes? Lehet, hogy a Péterrel meg az egyház tanácsal közösen kellene beszélni. Én is szívesen bevállalom, hogy segítek el. Pedig oldalról. Úgy tudom, hogy itt. Azért én egyébként akarom, hogy neked már egy hagyományát van, nem tudom, hogy az első kormánynak, tehát én is kényesnek érzem. Lehet, hogy az érdekel. Megkérdezni meg lehet. Igen. Valamikor régen, december közepén volt, tehát egy pár éve van, így november végén. Hát egy kérdés megjön. Így van, egy kérdés megjön. Igen. Vagy pedig kitalálni ezt, hogy hogyan. De nem is tudok, nem tudok mit kitalálni, mert gyakorlatilag a hangverseny, meg ugye az advent első vasárnapját most hogy vegyük el az egyháztól, nem? Én nem tudom, hogy idén gondolkozott azon, vagyis hát tavaly a Péter, hogy szombaton lenne, de aztán még úgy van, hogy nem. Igen. Azért mondom, hogy egy kérdést megért. Egy kérdést, hogy igen. Jobb lenne valahogy ezt tényleg összhangba hozni, ez teljesen igazatok van ebben. Megkérdezzük. Akkor köszönöm szépen, én tényleg köszönöm szépen, hogy ezt a részletes programot. Igyekszünk magunkat hozzá. Igen. A Vásári André az a műveltségem lehet, hogy majd kilátszik. Ez nem egy trombitás vagy valami? Nem, ő egy énekes, és ő egy ilyen, tehát ő egy igen sokrészű énekes, komoly zenész. Igen. És ő egy hegedű kvartettel jön,
és az a Talok hullámhosszán, ez a címe a műsorának, és nagyon híres világslágereket énekel most nekünk. Van több programja is, ami a Keresztapának a híres számai, a Volt egyszer egy vadnyugat, tehát ilyen emblematikus nagy filmeknek a zenéjét énekli élő zenei kísérlettel, úgy, hogy mögötte pedig azokból a filmekből jeleneteket játszanak be. Köszönöm. Esetleg a YouTube-on rá tudtok keresni, nagyon-nagyon nagy művész. Szeretném majd kérdezni, hogy ki az, aki elfogadja a művelődési házban a programtervét. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ott van újra. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy egyebek napirendhez valaki kíván-e hozzászólni, Éva? Én szeretném hozzászólni. Én szeretném megköszönni a jelzőasszonynak a hatatos fellépését a postával kapcsolatban, hiszen egyszer egy egyebek napirendi pontban ígértem a polgármester urat, ahogy valamit tegyünk a postával kapcsolatban, hiszen van nagyon sok lakossági jelzés és intézmény is többször volt problémák, még azért hát azt is kellett, hogy fel kellett vállalni, hogy egy olyan levelet kellett leírni, akár a bizottságokat, akár a intézményvezető, amivel jegyzőasszony is alá tudta támasztani a lakossági problémákat, sőt többeknek úgy tudom, hogy voltak, akik mert fel is leírtak, és azt gondolom, hogy azóta jelentős változások történtek, vettek föl postásokat, és amikor bevegyünk a postára, ott is sokkal gördülékenyebb a ügyintézés. Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy én megköszönöm csak, hogy ebben az ügyben eljártál, és azt gondolom, hogy ez tényleg, ahogy legvisszajelzésben is írta a postának a központi terület vezetője, hogy azt szolgálja, hogy gördülékenyebb az önkiszolgálás, a kiszolgálás, és hogy a minőségi munkát eredményez majd náluk. Ez ilyen finoman volt részükről megfogalmazva, hogy köszönjük ők is a tájékoztatásunkat, de azt gondolom, hogy ehhez fel kellett vállalni ezt az elég nehéz feladatot. Reméljük, hogy tartós lesz. Nagyon sok írásos észrevétel, tehát a előadásról Tamás is segített, nagyon sokan írásban jelezték, leírták a problémákat, hogy azért ezt kellett választani. Köszönöm szépen, Éva. Van-e még valakinek? Nincs, akkor a mai bizottsági ülésünket bezárom. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm szépen. Igen.